nappal tovább tartott volna a háború, akkor én nekem most őrnagyi nyugdíjam lenne. Ha a háború 14 nappal tovább tartott volna, megnyertük volna. Emberi számítás szerint. Az osztrák-magyar író Ödön von Horváth egyik legsikeresebb drámája a Mesél a bécsi erdő egy széthulló társadalmat ábrázol. Gazdagon megrajzolt karakterei kisemberek, polgárok, akik az űrzavaros időben kétségbe esetten próbálnak kapaszkodni valamibe. Veszélyesebbnél veszélyesebb ideológiákba, egy megszépített múlt vagy egy reményteljes jövő illúziójába, és legfőképpen embertársaikba, egymásba. Ám ez az összekapaszkodás, ahelyett, hogy segítségükre lenne, törvényszerűen rántja őket egyre mélyebbre a hazugságokban és öncsalásokban. A darabot Fehér Balázs Benő rendezte, aki nem először dolgozik a Móri Zsigmond Színház társulatával. Az előző munka az jól sikerült. Én is úgy éreztem, 2 évvel ezelőtt a Balek című Fedó bohózatot csináltuk itt, és idén egy picit más feladat elé szerettem volna állítani a társulatot, és idén egy tragédiával foglalkoztunk, a Mesél a bécsi erdővel. A darab egyik különlegessége, hogy a színház társulata mellett több meghívott vendég is játszik a színpadon. A főszereplőt például Szalai Bence alakítja, akit a Viszkis című filmből ismerhetnek a nézők, ott szintén a főszereplő Ambrus Attilát alakította, most pedig újra színházi körülmények között mutatja meg tehetségét. Nagyon örülök neki, hogy végre újra színházban játszhatok, ráadásul egy ilyen mértékű főszerepet és egy ilyen jó darabot, és egy nagyon jó csapattal, meg egy nagyon, nagyon jó barátommal és rendezővel, akivel azt érzem, hogy most így azt érzem a bemutatóját, hogy tényleg összeállt egy elég jó anyag, úgyhogy igazán elégedettnek mondom magamat. Bár az előadás megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott, néhány jelenetben fiatal színész várományosokat is láthat a közönség a színpadon. Átmegyek hozzá, és nekem kell köszönnöm, egy bácsának meg egy néninek, és nekem is visszaköszönnek. A darabot szombaton mutatták be a nagy közönség számára, legközelebb pedig október 29-én kedden láthatják a Hevesi Bérlettel rendelkező nézők.